Immáron 38. alkalommal kerül megrendezésre az országos táncház találkozó, amely a hagyományoknak megfelelően ismét a budapesti tavaszi fesztivál részeként valósul meg. Vendégünk a stúdióban Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk, István! Mit lehet tudni az idei rendezvényről? Milyen újdonságokkal készülnek nekünk? Húha, hát ugye ez inkább, tehát a szerkezete az mindig ugyanaz. Sok-sok táncház, koncertek, kiállítások, bemutatók. Hát lesznek könyvek például, lesz a Vujicsics együttesről egy vadonatúj monográfia, amit ott jelenik meg először. Nyilván a gála műsorok is azért mindig mások. Most idén a Palócföld került terítékre mondjuk a Muharai Szövetségnek a gála műsorában szombaton, illetve a Martin Szövetségé a Gyimes és Moldva tájegységgel foglalkozik, természetesen hagyományőrzőkkel. Vasárnap este pedig a cimbali band és szalonna és bandája fognak muzsikálni, ők a szuper attrakció. Utána pedig lesz egy nagyszabású sok táncossal, több száz táncossal, egy tavaszváró világnak virága ez a címe. Nagyon klassz produkció, sok-sok zenésszel, énekesekkel. Én még egész fiatal koromban jártam táncházba, és azt vettem észre, hogy fantasztikus közösségépítő ereje van, és nagyon jó sport is. Hány napon keresztül tart, ugye több napon keresztül tart? Hát majd úgy lesz, hogy holnap este elkezdődik a Fonóban, az csak egy ilyen bemelegítő, most ezt csak idézőjelben mondom persze, és utána szombat vasárnap reggeltől estig az aréna összes termeiben. Akkor rengeteg, nagyon sokan elmehetnek. És gyerekeket is mehetnek? Hogyne, persze. Hát mind a két nap lesznek a gyerekeknek külön foglalkozások, illetve hát olyanok, amit itt családdal együtt lehet, de a vasárnap az, ami igazán a családi nap, tehát akkor arra koncentrálunk. Hány emberre számítotok körülbelül? Hát én azt gondolom, hogy a két nap során legalább egy 17-18 ezer ember, mint vendég eljön. Sokan táncolnak. És a közreműködők is azért, hát ugye van egy nagy vásár, ami egy népművészeti vásár, tehát a vásározókkal együtt olyan 2,5-3 ezer közreműködő, és hát az ország meg a magyar nyelvterület minden részéből. Igen, és tulajdonképpen itt bárki megtalálja magának a megfelelő programot, ugye? A nagy családosoktól kezdve mindenkinek így van, hát van mobil applikáció, van műsorfüzet, mindenféle, tehát előre ki lehet válogatni, hogy kit mi érdekel, és hát az nagyon fontos dolog, hogy itt be lehet állni szabadon táncolni, tehát meg lehet ismerkedni, vagy ha valaki tud, akkor. Egyetül is ki lehet látogatni. Hát simán persze, tehát vannak akik segítenek táncolni, a lépéseket mutatják, persze minden élő zenére megy, tehát egy ilyen nagyon interaktív dolog ez az egész, nem olyan, hogy most itt én ülök, és ott előadnak valamit, azt itt nézegetem. Igen, részt lehet benne venni. Milyen visszajelzések voltak az elmúlt 38 esztendő alatt, vagy 38 táncház összegyűlése, milyen szépen megfogalmaztam? Hát általában nagyon jó, néha csinálunk így az elmúlt 10 évben háromszor is ilyen felmérést, és nagyon érdekes, hogy nagyon sok az új ember, tehát rengeteg, tehát ilyen 40-45% aki most jön először. Milyen korosztály, aki újonnan látogat ki, általában azt látja? Hát általában ugye most már az ős táncházasoknak szinte az unokái. Ez olyan jó, hogy a kicsi fiatalokat is érdekli. Hát meg nem véletlen, most 38 persze év alatt eljutottunk odáig, hogy már mobilos applikáció van erre, tehát hogy abszolút van erre igény. Hát igen, persze az egésznek az az alapja, hogy rengeteg helyen lehet táncolni, muzsikálni, tehát a népzenét, néptáncot most már tényleg az alsó foktól kezdve egyetemi szintig lehet tanulni, és ugye ez szakmát, egzisztenciát jelent azoknak, akik tanítják, és hát nagyon sokan bekapcsolódnak, tehát ez már nagyon erősen beágyazódott. István is táncol majd? Én nem annyira, én muzsikus volnék eredetileg. Milyen hangszeren játszik? Hát fúvósokon játszottam, de már én nem aktívan nem muzsikálok. Én dudán, klarinéton, tárogatón, ilyeneken, meg tanítottam is itt nem messze egyébként a budafoki zenmádasztó. És nem kap kedvet, amikor így látják mindenki? Igen. Na, még a Nádasdi Kálmán. Hát én ott tanítottam, vagy 20 évig. Hát nem, most igazából nekem már más a feladatom. És a család? Család esetleg?
Hát úgy van, hogy ugye hát a gyermekeim már azért bőven felnőttek, unokáim meg most nagyon messze laknak innen. De és ők is kilátogatnak az eseményre? Nem, biztos, hogy nem, mert ők Szöulban élnek, de a kislányom szintén táncolt egyébként, tehát zenetanárként dolgozik ott, de hát ők most ott vannak. István, még egyszer mondjuk el, hogy hol lesz pontosan és mikor? Jó, tehát holnap este a Fonóban lesz az előtáncház, a Halljunk szó címmel, és utána szombat, vasárnap reggel 10 órától este 10-ig, sőt szombaton éjfélig, vasárnap este 10-ig a Papp László Budapest Sportarénában, és ez az egész ügy a budapesti tavaszi fesztivál egyik fő attrakciója. Igen. És a Minden Magyarok táncát is megszervezik ugye ezen az országos táncház hogy találkozón. Hogy külföldről, még tengeren túlról is érkeznek ide olyanok, akik meg akarják mutatni, hogy ők is képen vannak. Ez viszont egy kifejezetten szép kezdeményezés. Nagyon sok sikert kívánunk, és jó szórakozást. Igen. Minden részt vevőnek. Nagyon köszönöm, és az érdeklődést. Mi köszönjük, hogy eljött hozzánk, és tehát további táncos szép napot kívánok.